Most pedig határvédelemmel kapcsolatos információk következnek. Magyarországon idén már több mint 200 eljárás indult embercsempészekkel szemben. Az intézkedések során az elkövetők gyakran próbálnak meg elmenekülni. Nem ritka, hogy a rendőröket is veszélyeztetik. Ami szintén egyre nagyobb probléma, hogy hetente okoznak balesetet. Februárban volt rá példa, hogy 17 migráns sérült meg súlyosan egy ütközés során. Egy arra járó jelentette a rendőrségnek, hogy Kiskunmajsa külterületén árokba borult egy autó. Feltűnt neki, hogy nemrég történhetett a baleset. Mivel felmerült a gyanú, hogy ez az autó illegális migránsokat szállított, így azonnal az illegális migránsok keresésébe kezdtünk. A kutatásban a kiszeríti rendőrség helikopter is segített, melynek eredményeként a közeli erdőben 11 illegális migráns találtuk. Mentőhelikoptert és több mentőautót riasztottak a helyszínre, a 11 fős csoportból 8-an sérültek meg a balesetben. Az autó sofőrje, az embercsempész elmenekült, anélkül, hogy segített volna a migránsoknak. Az utóbbi időben már szinte hetente történik hasonló baleset. Egy-egy mikrobuszba akár 20-25 embert is bepréselnek, és nagyon nagy sebességgel indulnak az autópálya felé, mert úgy gondolják az embercsempészek, hogyha az autópályáig elérnek, ahol nagy a forgalom, ott már megint csak kvázi láthatatlanná tudnak válni az ellenőrzés szeme előtt. Éppen ezért az autópályákat fokozottan ellenőrzik, különösen az M5-öst, az M6-ost és az M1-est. A baleseteknek egyébként nem feltétlenül csak a gyorshajtás az oka. Több esetben az elkövetők kábítószer hatása alatt vezették az autót, és így több bűncselekményt is megvalósítottak az embercsempészés vagy a közlekedési bűncselekmény mellett. Kokaint és marihuánát is fogyasztott például az a belga sofőr, aki nemrég a Csongrád család megyei forráskútor rohant neki egy háznak. 28 migráns volt az autó rakterében, 17-en súlyos sérüléseket szenvedtek. Ebben az évben még nem volt olyan nap, amikor ne fogtunk volna el embercsempészt. Minden esetben büntetőeljárást indítunk az elfogott embercsempészekkel szemben. Már tavaly is rekordot döntött az elfogott embercsempészek száma. 1277 ember ellen indult eljárás Magyarországon. Az idei évben még több a tettenért elkövető. Két hónap alatt már több mint 200 embercsempészt kapcsoltak le. Volt olyan nap, hogy 11-et. A szegedi járási ügyészségen tavaly az első fél évben 35 ilyen ügy indult, most két hónap alatt 37. Jellemzően román, szlovák, szerb, ukrán, moldáv elkövetőkről van szó, de körülbelül 10-12 náció szerepelteti magát a bűncselekmény elkövetői között. Sajnos azt is tapasztaljuk, hogy az elkövetők a rendőri igazoltatások és ellenőrzések elől megpróbálnak elmenekülni, kiszállnak az autóból, elfutnak jobb esetben, de több esetben előfordult az, hogy a gépkocsival benne az illegális határátlépőkkel hajtanak el és okoznak súlyos sérülésekkel is járó baleseteket. Az Európai Unió szinte valamennyi országában hasonló a helyzet. Az Európai jelentése szerint tavaly 55 akciónapon 6139 migráns csempészt állítottak elő Európa szerte. Közülük 26 nagy erőkkel keresett bűnözőt fogtak el. Magyarországon a csempészek kivétel nélkül azonnal őrizetbe kerülnek. A büntetések kiszabásakor pedig súlyosító körülmény, hogy rendkívül elszaporodtak ezek a bűncselekmények. Abban az esetben, hogyha több személyt csempésznek át a határon, vagy vagyoni haszonszerzés véget követik el a bűncselekményt, akkor már az embercsempészés minősített esetéről beszélhetünk, ami 2-8 évtelő szabadságvesztéssel fenyegetett. Ha más bűncselekményről is szó van, akkor a halmazati szabályok lépnek be. Úgy tűnik, a több éves szabadságvesztés sem visszatartó erő, sőt a bűnszervezetek egy része éppen azért állt át például kábítószercsempészésről embercsempészésre, mert ebben az üzletben is óriási az anyagi haszonszerzés, azonban lebukás esetén enyhébb a büntetés. 2015-ben még csak szabálysértésnek számított az illegális határátlépők szállítása Magyarországon. Aztán olyan sokan próbáltak ebből hasznot húzni, hogy a kormány szigorította a törvényt. Jelenleg az embercsempészés az egyik legjövedelmezőbb bűncselekmény. Évente euromilliárdok kerülnek az alvilágba a migránsok közvetítésével. Most Georg Spötlét, a Nézőpont Intézet elemzőjét kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a stúdiót és a kedves nézőket!
Kezdjük azzal, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy hiába vannak naponta elfogások, razziák, nem hogy fogynak, de inkább egyre többen vannak, migránsok is, és talán lehet azt mondani, hogy embercsempészek is. Igen, ennek annak az az oka, hogy óriási haszonnal dolgoznak az embercsempész bandák. A határszakaszok mind a magyar-román, mind a szerb fel van osztva határszakaszokra, amik különböző bandák uralnak, és egy-egy ilyen bandavezér akár heti 150 ezer eurót is meg tud keresni, tehát nagyon sok millió forintról van szó. Nagyon megemelkedtek az árak, amíg régebben például 5000 euróért áthoztak valakit mondjuk Kabulból, Afganisztánból egészen Németországig, most már ezért egy 10-12 ezer eurót kell fizetni, sőt, csak azért, hogy Szerbiából Magyarországra hozzanak valaki 2000 eurót. És rengetegen vannak, ugye egyre többen érkeznek, nem csak a közel-keleti országokból, hanem az elfogásokból lehet látni, nagyon sokan érkeznek afrikai országokból, Szomáliából például, de találtak törököket, indiaiakat, bangladesieket is az illegális határátépők között. Tehát nagyon nagy a kereslet, és ezért nagyon nagy a kínálat is. Részben ezek a szervezetek is felelősek lehetnek azért, hogy egyre inkább nő az Európára nehezedő migrációs nyomás? Értelemszerűen, tehát ők hirdetnek zárt Facebook csoportokat például, vagy más ilyen social médiákon, vagy chat csoportokban szervezik az embereket, várják kijelölt pontokon a jelentkezőket, és ugye miután kifizették ezt az igen magas összeget, átsempészik őket Magyarországra, elrejtve kamionokba, esetenként személygépkocsikban, megpróbálják vonatokon, kialakított rejtekhelyeken bejutatni őket az országba, ám szerencsére tehát egyre jobb a technika is, tehát már vannak például olyan detektorok, amik egy kamionon, például, hogyha ráhelyezik, egy kamionba elbújó emberek szívdobbanását is érzékelni tudják. Ugye a határrendészek használnak hőkamerákat, tehát megpróbálják meggátolni sikerrel, azért is ilyen sok elfogás, de értelemszerűen a nagyon nagy nyeresség a sarkalja az embercsempészeket, hogy mindig új útvonalakat és új technikákat találjanak ki. Ön is említette imént azokat az összegeket, amelyek felmerülnek az embercsempészésben, és ezek egyébként egészen elképesztőek. Említette ezt a 150 ezer eurót, amit például a déli határnál egy területi felelős, ha lehet így mondani, megkeres, akinek mondjuk van 30-40 beosztottja vagy foglalkoztatottja. Honnan van ennyi pénz egyébként? Mert hogy ugye a migránsok, akik ezeket a pénzeket kifizetik, elméletileg háború vagy szegénység sújtotta régiókból érkeznek. Igen, ez mindig megdöbbenti a határrendészeket, például elfogáskor, hogy nagyon nagy mennyiségű készpénzt is találnak esetenként ezeknél a migránsoknál, és nagyon sokan ugye ki is tudják fizetni. Nyilvánvalóan, hogyha valaki Afganisztánból, vagy Bangladesből, Pakisztánból jön, nem rendelkezhet azért ilyen nagy mennyiségű készpénzforrással, tehát régóta feltételezik, hogy különböző Soros Györgyhöz köthető szervezetek pénzelik ezeket az embereket, tehát nyilvánvalóan ezeket valaki az embercsempészeket vagy előre kifizeti, vagy odaadja a migránsok ezt a mennyiségű készpénzt, hogy ők direkt fizessék ki az embercsempészeket, mert elég valószínűtlenül tűnik, hogy ezekből a régiókból, ahol 50 és 100 euró között van például egy havi kereset, valaki ilyen sok ezer eurót össze tudjon gyűjteni, csak azért, hogy egy embercsempész kifizessen. Értelemszerűen vannak migránsok, akik ezt az összeget nem tudják előteremteni, ők toborzóként dolgoznak, mondjuk a 10-12 embert össze tudnak szedni egy embercsempész bandának, akkor cserébe őt mondjuk 13-ként átviszik. Van még egy fontos kérdés, de már csak rövid válaszra van sajnos idő. Elképzelhető-e, hogy az embercsempészek az ukrajnai helyzetet is kihasználják? Igen, sőt, német és lengyel kollégák már figyelmeztették erre a határrendészetet, hogy nagyon sokan megpróbálnak bekeveredni, tehát harmadik országból jövők a menekült áradatban, és azt adják elő, tehát az a narratívájuk, hogy külföldi diákként tanultak mondjuk Kijevben, de természetesen ők is azt mondják, hogy menekülniük kellett, és semmilyen dokumentumot nem tudtak magukkal hozni, de erre a nyugati liberális sajtó már rászállt, például rasszizmussal vádolta mind a német, mind pedig a lengyel határőr kollégákat, mondván, hogy ellenőrzik azokat, akik látható mondjuk afrikai vagy ázsiai országokból érkeznek. Georg Spötlének nagyon szépen köszönjük. És ez volt a mostani határvédelmi blokk. Ilyen információkkal minden hétköznap 3:49-kor várjuk Önöket itt az M1-en. Tartsanak velünk legközelebb is.